Köszöntöm nézőinket, Önök aktuális című műsorunkat látják, Varga Diana vagyok. A demokratikus ellenzéki pártok képviselőit és civileket várt ma az Együtt a korszakváltó pártja a Békéscsabai reptér mellé az AB Expohoz, ugye ezen a területen is folynak földárverések. A résztvevők a mezőhegyesi ménes birtok miatt gyűltek össze. Itt van stúdiónkban mezőhegyes polgármestere Mityko Zsolt. Köszöntöm Önt a stúdiónkban. De mielőtt belevágnánk a témába, megnézzünk egy összefoglalót a témáról. Közös tüntetést tartottak az ellenzéki pártok Békéscsabán, az AB Expo épületénél, ahol megkezdődött a mezőhegyesi ménes birtok ZRT által használt állami földterületek árverése. Az eseményen felszólalt Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarország elnökségi tagja, Nagy Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció alelnöke, Gőgös Zoltán, az MSZP elnök helyettese, a Liberális Párt részéről Bodnár Zoltán, az Együtt elnöke Szigetvári Viktor, valamint a Munkáspárt képviseletében Kis János. Beszédet mondott rajtuk kívül Mityko Zsolt, mezőhegyes független polgármestere is, aki elmondta, a Ménes Birtok ZRT jelenleg 80 millió forint iparűzési adót fizet a város kasszájába. A föld tulajdon szétaprózódása szerinte ezt a bevételi forrást megszüntetné. Nagyon súlyos probléma lesz ezen kívül a foglalkoztatás. 400 állandó dolgozót foglalkoztat a Ménes Birtok, akinek egyelőre nem tudunk mit mondani, hogy mi lesz velük, amikor a nagy cég elhetetlenül, nagyisten teljesen fölbomlik, az emberek hova fognak menni. Nem tudunk nekik a közfoglalkoztatáson kívül más feladatot biztosítani. Probléma ezen kívül a majorság területén élők vízellátása is, ami a polgármester szerint a jövő évtől ellehetetlenül, amikor a ZRT a korábban általa biztosított vezetékes ivóvízszolgáltatást a várható anyagi nehézségei miatt kénytelen lesz elzárni. Gőgő Zoltán pedig azt a génállományt is megemlítette, ami pótolhatatlan veszteséget jelentene a mezőhegyesi állami gazdaság megszűnése esetén. Ami a vetőmag termelést érinti, az egyértelmű, Magyarország vetőmag előállításának majdnem a 20%-át az a vállalkozás adja, vagy adta, még mindig adja, még egy évig, és nagyon komoly genetikai tevékenységet végzett, főleg a tejelő tehenészet terén. Ezt meg kellene őrizni. Na most ezt az ilyen típusú bérbeadás, ami ott történt tavaly, az egyértelműen megakadályozza, és mi úgy gondoljuk, hogy ez nagy hiba volt. Na most ezt nyilván valamilyen módon visszarendezni, akkor lehet 2018 után, reményénk szerinti kormányváltás után, hogyha maradnak állami kézben ezek a területek. Tehát ezért van, azért fontos lenne, hogy lehetőleg ez ne kelljen el. A Földművelésügyi Minisztérium eközben arról adott tájékoztatást, hogy a mezőhegyesi ménes birtok ZRT földjeit is felhasználva az állam mintagazdaságot kíván létrehozni mezőhegyesi állami ménes néven. Ehhez a kormány mintegy 3500-4000 hektár állami földet rendel, így kívánják biztosítani a vállalkozás jövőjét. Szigetvári Viktor szerint ezzel kapcsolatban még sok kérdés tisztázatlan. A mintagazdaság ötlete egyelőre csak ötlet. Mi az Együttben azt követeljük, hogy ha a kormány, a Lázár János komolyan gondolja a mintagazdaságot, akkor tényleg mondja meg, hogy hogy lesz itt 4-5000 hektárnyi föld, amelyen tényleg lehet művelni, hogy lesz az egy működőképes olyan termelésmód, amely közben az önkormányzat számára is helyi adóbevételt jelent, mert ha csak egy állami céget hoznak létre, abban lehet, hogy tovább lehet dolgozni a pár száz embernek, de közben nem lesz helyi adóbevétel, amiből kulturális, oktatási, szociális programokat finanszíroz az önkormányzat. A mezőhegyesi árverések első napján egyébként mindössze egy földterület talált gazdára, a többire nem érkezett érvényes ajánlat. Tehát országszerte ugye árverezik az állami földeket, így van ez mezőhegyesen is, és a ménes birtokot is feldarabolják a tervek szerint. Mit kell erről tudnunk, mi ezzel a probléma? Gyakorlatilag a Földművelésügyi Minisztérium nem mondott semmi konkrétot, hogy mi ezzel a probléma, egyszerűen csak ugye végrehajtják azokat a feladatokat, amelyeket az új földpolitikai irányelvek megkívánnak. Ugye a földet a gazdáknak programról van szó, illetve arról, hogy vissza kell adni azoknak a családi vállalkozásoknak a földet, amelyek a korábbi politikai környezetben elvételre kerültek. Na most mezőhegyes esetében ilyenről szó sincs, mert itt 230 éve egy tagban állami területként volt kezelve ez a birtoktest, tehát a második mondat az szóba se jött. Az első része a dolognak, hogy most
kiadják ezeket, körülbelül 95-100 darab pályázattal, ezt a 8000 hektárt, amiről szó forog, az is szétszették, és 72 darab új bérlője van ennek a föltesnek, sőt, most már ugye elindultak a mai napon a licitálások, tehát ki tudja, hogy hány tulajdonosa lesz ennek a földterületnek, ami a legrosszabb kimenetel ennek a dolognak. De hogy miért? Ugye az egy tagban való művelés generációkon keresztül meghozta az egy tagban való gondolkodást is, az ott lévő növénytermesztő kultúrát, az ott lévő állatállománynak a nevelését, tenyésztését. Úgy gondolkodtak, emberi genetika is kialakult arra, hogy így egyben kell gondolkodnunk, így fűzzük föl a munkafolyamatokat, és nem kis családi vállalkozások sokasága majd valamilyen konzorciumban fogott matatni, nem eredményes. Amit most tudni kell, hogy 2004-ben a 230 éve egybelévő állami birtokot úgy osztották ketté, hogy lett egy állami Ménes Kft., gyakorlatilag a lótenyésztéssel foglalkozik, műemlékvédelmi részt őrzi, illetve van 200 hektárja Mezőhegyesen, és 700 körüli hektárja itt Gyula környékén, ami szintén nevetséges és anomália, de most arról nem beszélünk, hogy lehet 50 kilométerrel ugye gazdálkodni azon a földterületeken, és 8000 hektár plusz másfél ezer hektár erdőt a állami Ménesbirtok ZRT kezelésére bíztak, de azt is egy tagban. Ez a kulcs szó, hogy egy tagban, nem fölaprózva, fölparcellázva. Na most ez a Ménesbirtok ZRT az elmúlt 10 év alatt olyan teljesítményt mutatott fel, amely nem csak az országon belül, hanem az ország határain túl is példaértékű. Ugye új mintagazdaság létrehozása Mezesen, halljuk a médiában. Nem kell új mintagazdaságot létrehozni, mert a mintagazdaság 230 éve egyfajta embléma, hozzáilleszthető a mezőgyesi agrárgazdálkodásnak a nevéhez. Mert Mezőhegyesen én, mint polgármester, sem a Ménesbirtok ZRT tulajdonosaiért állok ki és küzdök, hanem azért az agrárkulturális környezeté, ami ott található, és most a földparcellázással ez szét fog esni. Milyen főbb irányai vannak ezeknek a problémáknak? Egy ugye, van egy adópolitikai kihatása, van egy társadalompolitikai kihatása neki, és természetesen van egy nemzeti gazdasági kihatása, a nemzeti agrárgazdasági kihatása neki. Nézzük, adópolitika. Ez a cég 10 év alatt eljutott odáig, és ha pályáztatni akar az állam, megteheti, övé a föld, rendben van. 10 év alatt odáig eljutott, hogy 6-7 milliárd forint nettó árbevétel tud elérni. Ez egy óriási teljesítmény a magyar mezőgazdasági vállalkozásokat, még a nagyüzemeket is, ha nézzük, amelyből ugye meghirdette a miniszterelnök úr, hogy 20% lehet, a többi 80% ugye legyen kis családi gazdálkodások. Én nem értjük, miért nem lehet Mezőhegyes abba a 20%-ba, oly módon, hogy mondja azt, hogy a 6 milliárd forint árbevételt haladja túl az új pályázó, a 400 állandó foglalkoztatottnál foglalkoztasson többet az új pályázó, és ha van ilyen, egybe odaadjuk neki. Ha nincs, a jelenlegi céggel hosszabbítassuk meg ezt a szerződést, hiszen ez egy óriási eredmény, hogy ilyen bevételt tud produkálni, ebből a bevételből ő 1,7 milliárd forintot bérre fordít, odaadja a dolgozóinak, Mezőhegyes város éves költségvetése 1,7 milliárd forint, tehát érezzük ezt az erőt, ami ebben a gazdasági kultúrában ott létezik, amit most tesznek tönkre. Emellett a Ménesbirtok ZRT fizet természetesen az államfeladót, megfizeti Mezőhegyes városnak az adóját, ami 80 millió forint évente. Ezt azért húznám alá, mert a második legnagyobb adózóm nem tud 10 millió forintnál többet fizetni. 80 millió forint egy cég a második legnagyobb 10 millió forintnál nem tud többet fizetni. Ki fogja nekem ezt kifizetni? Mezőhegyes önkormányzatánál dolgozik 128 ember, 40-50 ember állami normatívával le van finanszírozva, a többit kérdőjel el kell bocsájtanom? 2017. január 1-től? Tehát akkor ez most a legrosszabb opció? Tehát ez a legrosszabb forgatókönyv? Senki nem mond jobb opciót. Tehát ez van az én részlegémnél, a Ménesbirtok ZRT foglalkoztatásában lévő 400 dolgozónál sem tudunk egyenlőre még, hogy mi lesz. Halljuk, hogy mindenkinek lesz munkahelye, de azért 2,5 év után odáig eljutni, hogy majd most akkor kapkodva valamit itten gyorsan összehozunk, új mintagazdaság, amely ráadásul olyan megnevezést vagy olyan státusz kap, hogy állami
Tehát mezőgyesi állami ménes, és semmi tovább. Költségvetési szerv lesz. Most költségvetési szerv nekem nem adózik. Akkor most megint jön a molyolás, hogy akkor alá fölé egy KFT-t, ZRT-t betenni, mert akkor az majd fog, és az akkor majd a lótenyésztésen kívül például majd esetleg növénytermesztést is fog végezni. Tehát érezhető az a kapkodás, az a káosz, amelyet saját maguk okoztak elő, az agrárpolitika vezetői, az agrártárca gyakorlatilag, amely teljesen indokolatlanul érzi azt, hogy én velük szembe vagyok, a ménes birtok ZRT tulajdonosai velük szembe vannak. Nem igaz, folyamatosan kerestük a kapcsolatteremtési lehetőséget, de ők kvázi úgymond belterjesen akarják ezt megoldani, de nem megy nekik. Most majd lesz egy valamilyen csökevényes új gazdaság kialakítva, amely teljesen bizonytalan, most jelen nem tud a pénzügyi csoportvezetőm, hogy tervezze. Meg ugye a költségvetést. A pénzügyi csoportvezető mellett nem tudja az a 72 új szerződött ember, hogy ő is hogy tervezze meg az üzleti évét, hiszen a Ménes Birtok ZRT eleve perbe hívta az államot, mondván, hogy nekem előhaszonbérleti jogom van, kérem szépen, és mi az, hogy te az én földed, az állami földed, az én általam bérelt földet gyakorlatilag megpályáztattad, már alá is irattad új bérlőkkel a szerződés, sőt, még most el is adod. De közben nekem jogom van arra, hogy előbérleti jogomat érvényesítsem. Na, ezen megy most egy kemény vita, ráadásul holnap lesz úgymond egyfajta ilyen békéltető tárgyalás, no de már ma elkezdődött Mezőcsi földjeinek a licitálása. Tehát micsoda jogi káoszt is teremtettek ezzel, és bizonytalanságot, mert ha én most már van, tudom, hogy 50 hektár földem, aláíratták velem, akkor mégse vehetek most gépeket, hisz mi van, hogyha visszavonja az állam? Akkor én megvettem egy 70-80 millió forintos erőgépet, vagy munkagépet, és mit csinálok vele? Akkor adjam el megint. Tehát hogy tervezem meg az én kis családi gazdaságomban, illetve ez már nem is kicsi, mert ugye nem a éjjel-nappal, mint az én nagyszüleim éjjel-nappal gumicsizmába élem le az életemet, az állatok és a szántóföldeken, nem ezekről az emberekről szól ez a dolog. Onnan jöttünk az Expo területére, amit tetszett említeni, 160 millió forinték kelt el egy mezőgyesi földparcella. Na hát én nem tudom, hogy... A tüntetésekkel kapcsolatban egyébként mire számítanak, tehát hogy mennyire tudnak hatással lenni a folyamatokra? A kis lokális tüntetések azok én értelmezésemben csupán arra jók, hogy mintegy fölhívjuk a figyelmet a körülöttünk élő közösségeknek, hogy micsoda baj van. Parlament előtt is voltunk, itt is voltunk most Csabán, Mezőhegyesen is voltunk. Egyszerűen nem értik az emberek ennek a súlyát, hogyha ez az agrárgazdasági környezet így tönkre megy, nem lesz fölfűzve a vetőmag termesztés, és akkor mondjuk ki a kulcsszót, hogy Mezőhegyesen ugye az öntözésre, hát nálunk az öntözés is különleges, 100 kilométer hosszan 11 települést fűz össze a Marosból kivett víz, és ugye erről való vízkivétel az, amely megteremti azt a 6 milliárd, kvázi ez az alapja annak, hogy a 6 milliárd forint árbevétel megjelenik ugye a ZRT-nél, és abból ő a kötelezettségeit teljesíti jobbra-balra. Na most ennek a vízrendszer működtetésnek óriási költségei vannak. Hát erről nem tud a gazda, aki a földet megkapta, hogy ő neki azt most fizetni kell, vagy mi lesz. Nem került a pályázati kiírásba beépítve az, hogy elnézést, ezt a földparcellát valamilyen beruházás terheli, és ön esetleg majd ebből fizetnie kell a következő évben. Tehát még a pályázati kiírásoknál is már ott elkezdődött a káosz, nem ismerték el. Vannak olyan üzemi területek, ahol emberek élnek. Ez gyakorlatilag 1100 embert érint, ezek az emberek víz vezetéken kapják az üzemi területtől a vizet. Tehát bojlerük van, mosogatógépük van, stb. Most ezeknek az embereknek április 1-től le lesz zárva a víz, mert ugye a cég, az ERT készül arra, hogy az ügyet már ugye ellehetetlenül nem működik tovább, akkor ezt nem fogja biztosítani. Ki fogja ezt biztosítani a vizet? Az önkormányzat nem tudja átvenni ezt a vízhálózatot, mert én nem vagyok szolgáltató. Az Alföldvíz ZRT azt mondja, hogy ő nem fogja átvenni, mert az ottan lévő fejlesztés, mert azért egy elavult rendszerről van szó, az soha életben nem fog, abnormális megtérülési lehetősége van. Ezt a majori vízellátórendszert a majorokkal együtt szépen át kellene tenni egy állami intézménynek a fenntartásába, gondozásába, vagy egy olyan másik üzemi cégnek, aki azt majd fölvállalja, hogy végzi. Van Mezőgyesen ilyen, nálunk van egy olasz cég, amelyik az egyik majornak teljesen viszi a vízellátórendszerét az üzemi területéről működtetve. Na most ugye emellett ez a majori rendszert úgy képzelj el, hogy ha a lakó
a ház az övé, viszont ha kilép a lakásból, nem önkormányzati közterületre lép ki, hanem az állami földre, az államkincstár kezelésébe lévő földre, vagy a Ménes Birtok ZRT kezelésébe földre. Tehát én, mint polgármester, mondjuk oda sem megyek ledúrni a havat. Miért? Mert a ZRT elintézi. Innentől kezdve kire mondom majd a Ménesnek, hogy menjetek és dúrjátok le az emberek? Én milyen jogon menjek oda ledúrni, miközben az az állami az a föld, tehát és nem önkormányzati telekbejegyzésen vagyunk. Ugye, tehát teljes káosz minden vonalon, és ebben engedjék meg, hogy aggódjam, hogy nem látom a kiutat. Kértem ugye legutóbb Lázár János miniszterelnökséget vehető minisztert, hogy egy miniszteri biztost nevezzen ki, hogy ezzel is a problémát koncentrálja össze, és talán így lehet fölfűzni, majd kisimítani a dolgot, hogy egyáltalán érthető legyen a probléma. Ugye ez augusztusban történt egy találkozó, jöttek a migráns problémák, sajnos emiatt kissé megakadtak a dolgok. Most hallottuk ugye a országos médiában, hogy meglátogat engem 10 napon belül, amit rendkívül nagy várakozással tekintek elé, és akkor már talán a miniszteri biztosra is lesz egyfajta konkrét álláspont. Tehát hosszú még a vége, és nem most fog még erre sor kerülni, hogy pontot tegyünk a végére. Köszönöm szépen, hogy már elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nem a mai volt az első megmozdulása a Ménes Birtok ügyével kapcsolatban. Mezőhegyesen november 22-én tartottak egy nagy gyűlést. Erről látunk most egy bejátszást. A tiltakozást megelőző sajtótájékoztatón Mitykó Zsolt független polgármester arról beszélt, hogy a mezőhegyesi Ménes Birtok ZRT évente nettó 6 milliárd forintos árbevételt ér el, a városnak 80 milliót fizetnek be adók formájában. Enélkül a településre az elszegényedés és az elnéptelenedés vár. Képes 400 állandó dolgozónak munkahelyet teremteni, 1000 dolgozónak időszaki munkát adni, és gyakorlatilag 1,7 milliárd forintnyi bért kifizetni. Gyakorlatilag ugye 80 millió forintos iparűzési adót fizetni a településnek, amelyet tudja működtetni így az élhető város. Ez meg fog szűnni. A tiltakozó nagy gyűlésen a borús, esős időjárás ellenére mintegy 150-en gyűltek össze a helyiek, valamint az ellenzéki pártok képviselői. Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarországért képviselője arról szólt, hogy a miniszterelnökön és klientúráján kívül nem lesz olyan, aki meg tudja majd venni ezeket a földeket. Semmi másról nem szól ez a történet, mint hogy nem tisztelve az értékeket, nem tekintve az itt dolgozó embereket, felelőtlenül, kontármódon és gátlástalanul lerabolják a földet csak azért, hogy a saját klientúrájukat, a saját hűbéres hálózatukat építhessék. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is azt hangsúlyozta, hogy a helyieknek folytatniuk kell a küzdelmet. Hozzátette, nem lehet családi gazdaságokra építeni a modern magyar mezőgazdaságot, ahogyan azt a Fidesz szeretné. Nincs az a nagy üzem, amely foglalkoztatta a gyermekeinket, bennünket, nincsen modern technológia, nem kell agronómus, nem kell gépüzem, nem kell könyvelő és nem kell senki. Nincs élelmiszeripar falu. Tengődnek a falvaink. Abban a hazugságban, amit a magyar jobboldal kényszerített rá Magyarországra, a falvakra és a városokra. Gőgös Zoltán, a Magyar Szocialista Párt elnök helyettese szerint a ZRT-nek az az egyetlen esélye, ha új társasággá szerveződik át. Szigetvári Viktor, az együtt elnöke arra biztatta a helyieket, hogy nyomás alatt kell tartaniuk a Fidesz céljaik eléréséhez. Ennek egyik elemeként december 8-ára az első mezőhegyesi földterület elárverezésére tüntetést kell szervezniük Békéscsabára. Stúdiónkban köszöntöm Bot Tamást, az Együtt gyulai választókerületi elnökét. Ugye az Együtt volt az a párt, amelyik kezdeményezte az egész tüntetést. Miért érezték magukénak a témát? Miért gondolták úgy, hogy tüntetni kell a Ménes Birtokért? Azért, mert itt egy közönséges földrablás folyik, és ez messze túlmutat persze Mezőhegyesen is. Mezőhegyes példája ma, december 8-án egy szimbólum, hiszen ma kezdték árverezni, és még 4 napon keresztül árverezik a mezőhegyesi földeket Békés Csaba mellett az AB Expo konferenciatermében. Aki ott volt az ön által is említett november 22-i tüntetésen, és kifejezte tiltakozását a földrablás ellen, amelynek ugye végcélja, a mi megítélésünk szerint nem más, mint hogy a fideszes haverokat hűbéri rendszerbe szervezve, új döbrögiket létrehozva, egy új vagyonos rendszert hozzon létre a narancssárga kormánypárt maga mellett.
Ez ellen tiltakozunk, és az ellen tiltakozunk, hogy semmi szükség nincs a jelenleg meglévő és állami tulajdonban lévő földeknek a magánkézbeadására. Ez tulajdonjogot sért, az állami vagyon védelmét sérti, de ráadásul, mint egyébként Mezőhegyes példája jól mutatja, és a polgármester úr is rámutatott, egy agrárkultúrát ver szét, amely ne adja Isten, egy település lassú halálát is jelentheti. Tehát alapvetően ez ellen tiltakozott az együtt kezdeményezésére, de egyenrangú szervező partnerként gyakorlatilag a teljes demokratikus ellenzéki paletta. Azért, hogy nevesítsük őket, tehát kik azok, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, ugye egy széles párt együttműködést kértek most ebben az ügyben. Így van, így van. Hát az együtt felhívására csatlakozott a Párbeszéd Magyarország, csatlakozott a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Liberálisok, utólag még csatlakozott a Munkáspárt, a Szociáldemokraták, és nem szervezetten, de megjelent a demonstráción az LMP országgyűlési képviselője, Salai Róbert Benedek, és emellett még a Hrabowski Oktávia nevével fémjelezhető civil szervezet, az Ébredy Viharsarok is ott volt, tehát mondhatni, hogy szinte tökéletesen lefette a teljes ellenzéki konglomerátumot ez a mai tüntetés, ami mutatja, hogy lehet, hogy néhány részlet kérdésben nem értünk egyet, és valószínűleg ezért politizálunk más pártokban, de abban egyet értünk, hogy az állami földeket így elherdálni és a fideszes haveroknak odaadni, na ott meg át kell parancsolni, és ebben teljes mértékű az egyetértés közöttünk. Úgy számszerűen egyébként mennyien voltak a mai tüntetésen, az előző nagyjából mennyien vettek részt, tehát hogy mekkora tömeget tud ez egyébként megmozgatni? Annak előre bocsátásával mondom, hogy december 8-a nem egy tüntetés számára kedvező időpont, ráadásul engedjék meg, hogy legyek olyan rossz májú, hogy nem véletlenül vitték ki a senki földjére ezt az árverést, hogy csak ott tudjunk tüntetni, tehát nehezen megközelíthető, hideg volt, rossz idő volt, voltunk így 100-150-en, és valami egészen elképesztő média érdeklődés. Tehát az országos sajtónak, a Hír TV-től a Lánchíd Rádión át, a Népszabadságon át, rengeteg képviselő volt ott, a Magyar Távirati Iroda és a teljes megyei sajtó, tehát ez igenis fölkeltette az érdeklődést. Ennyien voltunk, és ott el is hangzott például a tüntetésen, hogy ennek az oka lehet a közöny, de lehet a félelem is. De itt a félelem kettős. Azok, akik nem jöttek el mellettünk demonstrálni és tüntetni, valószínűleg félnek. De akik bent voltak és licitáltak, azok is féltek. Féltek, mert tudják, hogy nem egészen tiszta ez a történet, és tudják, vagy legalábbis mi próbáltuk az eszükbe vésni, hogy 2018 után az ebből megszerzett jószágot ebből el is lehet veszteni. Tehát a fene tudja, hogy milyen kimenete lesz ennek az egész történetnek, de érti, hogy bent a meleg helyiségben néztek bennünket, akik kint demonstráltunk, ott is félelem, és talán nálunk is volt vagy olyan félelem, aki ott volt, az nem félt. De aki nem jött el, mégiscsak tapintható volt a félelem. Én többek között azért vagyok ellenzéki politikus, és azért akarom leváltani a Fidesz, mert nem akarok egy ilyen félelemmel teli országban élni. Egy normális, klassz, nyugodt országban kéne élni, ahol a megfelelő emberek a megfelelő helyen vannak. Na most ettől sajnos nagyon távol vagyunk. Mit gondol egyébként egy ilyen ellenzéki tüntetésen, mit tudnak elérni? Fel lehet-e például ezzel számolni a félelmet, vagy legalábbis lehet-e erre mozdítani a mutatót? Alapvetően erről is szól maga minden tüntetés, minden demonstráció, hogy megmutatjuk magunkat. Éppen annyival vagyunk többen, ha 100-150-en kimegyünk, mint az a 100-150 ember. Tehát a másik opció, hogy senki nem megy ki, nem emeljük fel a szavunkat, nem mondjuk el a véleményünket, és nem mondjuk el, hogy ez egy közönséges földrablás, sőt nemzetrombolás. Nemzetrombolás annak az vagy annak a kormánynak a részéről, amely magát nemzeti kormánynak nevezi. Saját hatalmát építi, semmi más nem csinál, ez a példa is jól mutatja. És azt én remélem, meg mi szervezők nagyon reméljük, hogy a híradások által az egész ország figyelmét legalább egy pillanatra, egy fél percre, vagy két percre, Mezőhegyesre és a földrablásra tudjuk irányítani a figyelmet, akkor már elértük a célunkat. Mi a döntéshozók figyelmét szeretnénk felhívni, hogy valami iszletesen nagy baj van ezzel a történettel. Hát most ugye az alapfelállás, hogy önök szerint nem jó ez, ahogy most folyik ennek az ügynek a kezelése. Önök mit ajánlanak ezzel szemben? De önök szerint mi lehetne a jó megoldás?
Alapvetően az állam kezében lévő földeket nem kellene eladni. Óvni kellene az állami vagyont. Én nem véletlenül két öntözőkannát vittem ki szimbolikusan a tüntetés helyszínére, és ezt a nagygyűlésen be is mutattam, én konferáltam a nagygyűlést, pont azért, hogy az állami tulajdont óvjuk, védjük, öntözzük, ne herdáljuk el. Ami pedig, és ez nem üres szó, már abban az értelemben nem üres szó, hogy én most már két napot végigültem a licitálásnál. Ez a földet a gazdáknak szlogen, ez több szempontból hamis. Egyrészt valójában nem a gazdák kapják meg. Ma volt olyan földdarab, amit 438 millió forintos kikiáltási áron kezdtek árverezni. Kinek van majdnem 500 millió forintja Magyarországon? Az egyszerű gazdáknak, kérdem én. Másrészt az a tapasztalat, és ezt én már meg is írtam, hogy egy csomó föld esetében vagy nincs érdeklődő, tehát eredménytelen a licit, vagy pedig egy érdeklődő van, aki saját magával versengve gyorsan elnyeri a földet. Tehát a kormány részéről és a Fidesz részéről hangsúlyozott elementáris földigényt én itt Békés Csabán nem érzem, de ez országos kivetítésben is igaz, hogy az arról tudunk, hogy a Dunántúlon is nagyon sok licit, nagyon sok kikiáltása, nagyon sok földdarabja, nagyon sok ingatlana, vagy helyrajzi számú ingatlana, az eredménytelen. Kérdés, mi lesz ezekkel? De én nekem a kardinálisabb és a nagyobb összefüggés mutató dolog ebben az, hogy semmifajta elementáris földigény nincs, az államnak jó kéne sávárkodni a saját vagyonával, óvja meg, fédje és öntözze. Egy gyors kérdésre van még időnk, lesz-e még ezzel kapcsolatban tüntetés? Hát hogy ne. Azt tervezzük, hogy elmegyünk a mezőhegyesi rész országgyűlési képviselőihez, Simonka Györgyhöz, akár a házához, vagy szóval hozzá közelebb. De főként azért van szükség, mert őt a mezőhegyesiek is, meg az ellenzéki pártok is nagyon sokszor meghívták nyilvános fórumra egyenlő feltételek mellett, hogy számoljon be, érveljen amellett, hogy miért jó az, amit ők akarnak csinálni, amit mi ugye nemzeti tragédiának tartunk, ő egyszer sem jött el. Egy országgyűlési képviselő ezt nem teheti meg. Ő a szó legjobb és legnemesebb értelmében az ott élők szolgálja. Ő országgyűlési képviselőként. Az a minimum, az az alap, hogy ő a meghívásra eljön. Egyébként a demokrácia pedig arról szól, hogy érvek és ellenérvek keresztüzében derüljön ki a nagyobb választóközönség számára, hogy vajon kinek lehet igaza. Simonka György nem mérettette magát meg, ha ő nem jött el hozzánk, majd elmegyünk mi hozzá. Tehát lesz még folytatás. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt mára tehát az aktuális. A híreinket megtalálják a www.behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!